Egy hajszállal ugyan lemaradt a vármegyei első osztály bajnoki címéről a Máté Szalka, de mivel a győztes Tarpa nem adott be NB3-as licenszkérelmet, az MMTK indulhatott az osztályozón. A Dunaharaszti elleni hazai 3-1-es győzelmet követően a visszavágón 2-1-re nyertek a szalkaiak, így 16 év után ismét NB3-as csapata van a Szatmári Városnak. Én azt gondolom, hogy az első mérkőzés után jól mentünk bele a meccsbe, ott azért kellett a harmadik gól, tehát ez megnyitotta a csapatot a visszavágó előtt, aztán ugye elutaztunk Dunaharasztiba, és ott rögtön az ötödik percbe gólt kaptunk, de mondtam a srácoknak, hogy ez benne van a fociba is, ne pánikoljanak, nyugodtan futballozzanak tovább. Ez így is történt, és hál' Istennek sikerült korán gólt szereznünk, kiegyenlítettük a játékot, és onnantól kezdve én úgy gondolom, hogy stabilan tudtuk kézben tartani a mérkőzést. Végig a második fél időben aztán a kollégám belecserélt, és ott már éreztem, hogy meg lesz a mérkőzés. A fiúk nagyon jól láttak hozzá, és azt gondolom, hogy teljesen megérdemelten jutottunk föl. Máté Szalkán nem csak a szándék volt meg, a feltételek is adottak az NB3-as szerepléshez. Tavaly is a cigándi csapat, amikor nyertünk, ott is a vezetőkkel beszéltünk arról, hogy nyilván változtatni kell a csapat összetételén. Tehát azért az NB3 nyilván teljesen más világ, félprofi bajnokság, oda azért kellenek erősítések. Itt is azt gondolom, hogy szükség van a szalkai csapatnak, hogy személyi változásokat eszközöljön. Nyilván ez megvannak az anyagi feltételek, ezt majd a vezetőség majd gondolom rendezi, és én azt gondolom, hogy lehet arról beszélni, hogy a vezetőségünk, amit megteremtett eddig is feltételeket, azokat minden tekintetben biztosította. Ez az elkövetkezendő időszakban is így lesz. Polgármester úr biztosította az egyesületet, a szakosztályt, hogy ez működőképes lehet, ezután is szeretném neki megköszönni, akár az előző, most ugye ezt a rövid időszakot, meg hát az elkövetkezendő időszakot is, hogy támogatja a csapatot. A Máté Szalka feljutásával csatlakozott a Kisvárda 2-höz és a Sényőhöz, így 3 képviselője lesz a vármegyének az NB3 északkeleti csoportjában. Az MMTK június 27-én kezdi el a felkészülést új edző irányításával.